Nagy volt az érdeklődés azon a horpácsi konferencián, amelyet az Együtt Európáért Alapítvány rendezett. A civil szervezet a fiatalok helyben maradásának támogatása kapcsán hívott össze az ország több pontjáról előadókat. Az a célunk, hogy a Nógrád megyei önkormányzattal közös megyeindítás projektbe bemutassuk a eddig elért eredményeket, jó gyakorlatainkat, de azért ennél szélesebb a spektrum és a cél, mivel egy országos több megyével, tehát nem csak Nógrád megyével, hanem Szabolcs-Szatmár megyével és Békés megyével is van hasonló projektünk, ahol minta programokat csinálunk meg, és próbáljuk ezzel megyeindítás programból a fiatalokat arra sarkalni inkább, hogy próbáljanak meg helyben boldogulni, mert lehet. És érdemes megnézni ezeket a jó gyakorlatokat, és erről lesz szó. Ez egy seregszemle, kis mini fesztivál, show elemekkel megfűszerezve. Látványosan, színes szagos elemekkel szeretnénk ezeket a unalmasnak tűnő témákat bemutatni, és a fiatalok helyben boldogulásán dolgozni. Az alapítvány tavaly írt alá egy együttműködési megállapodást a Területfejlesztési Minisztériummal. A tárca már országszerte vizsgálja, melyek azok a kihívások, amelyekkel küzdenek a fiatalok. A tavalyi év folyamán írtunk alá a Területfejlesztési Minisztérium részéről együttműködési megállapodást az Együtt Európáért Alapítvánnyal, egészen pontosan Navracsis Tibor miniszter úr, azért, mert úgy gondoljuk, hogy olyan értékteremtő munkát végez az alapítvány a fiatalok helyben boldogulása terén, amit szeretnénk támogatni. Személyesen az én feladatom is az, hogy megismerjem a fiataloknak az igényeit, hogy mik azok az ösztönzők, azok az incentívák, amik őket arra bátorítják és buzdítják, hogy maradjanak helyben, és felelősen tegyenek a saját településükért. A problématérkép az egyébként majdnem minden településen vagy megyében nagyon hasonló, az elemek, a problémák állandóak, talán a sorrend változik helyenként. Mindig az első két helyen szerepel például a lakhatásnak és a foglalkoztatásnak a kérdése. Ez logikus, hiszen az ember, hogyha szeretne munkát vállalni, szeretne hol lakni, ez a nagybetűs életbe való kilépésnek a két legnagyobb kérdése egy fiatal számára, de nem szabad elfeledkezni ugyanakkor a szórakozási lehetőségekről is, hiszen mégiscsak fiatalok vagyunk, szeretünk közösségbe járni, és a valahova a tartozásnak az érzését is nagyon, és az identitást is nagyon tudják erősíteni olyan közösségi programok, amik nagyon fontos, hogy egy település életében jelen legyenek. Gyakorlatilag egy rendezvénysorozat, egy programsorozat az, ami most zajlik az Együtt Európáért Alapítvánnyal, és szeretnénk minél több megyében, minél több településre eljutni, mindenhonnan begyűjteni az igényeket, megismerni a problémákat, és utána kormányzati szintről erre kézzelfogható válaszokat adni. Szalai Bobrovnicki Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szerint az egyik válasz erre a jól kiépített pályázati támogatás. Mi azt tudjuk tenni, hogy azokat az alapítványokat támogatjuk, amelyek például célul tűzik ki, hogy a fiatalok helyben maradásáért dolgozzanak. És hogyha látunk egy ilyen pályázatot, akkor egészen biztosan támogatni fogjuk ezt a pályázatot. Magyar kormány számára is egy lényeges szempont, hogy a fiatalok helyben tudjanak boldogulni. Nem, természetesen nem minden áron. Az Együtt Európáért Alapítvány a következő hónapokban is több olyan szakmai fórumot tervez, amelyben beszámolnak azokról a programokról, amelyek a fiatalok helyben maradását segítik.